Üdvözlök mindenkit, Önök a Rali Rádió adását hallgatják és nézik a 24. Taxi 4 Mikulás Raliról, az Országos Rali Bajnokság utolsó versenyéről, és egyben annak is utolsó gyorsasági szakaszáról. Ugye nyáron elmaradt a Veszprém Rali, meg még nagyon sok minden más az idei évben, így az eddig még sosem volt bajnoki futam Mikulás Rali avanzsált elő, azzá, hogy bajnoki futam legyen, és ráadásul a szezonzáró bajnoki futam. És ennek kezdődik meg pillanatokon belül az utolsó gyorsasági szakasza. A versenyzők egyébként nem csak itt a kistőtéren, hanem például Várpalotán is mentek ma már kettőt. Ezen a 11,2 kilométeres, hát majdnem körgyorsan, csak annyi, hogy éppen, hogy nem ér össze a rajt és a cél. Aztán volt még egy nagy lőtér is, és nem véletlenül mondtam egyet, ugyanis az első körben sajnos ki kellett venni egy nem várt esemény miatt, azt a tűzszerészek orvosolták, úgyhogy a második körben már működött a nagy lőtér is, és itt van a 18,3 kilométeres kis lőtér is, ahonnan mi is közvetítjük az élő adást, ez a gyorsasági szakasz a Power Stage is egyben, és ebben a pillanatban elrajtolt Erik Kais, ami azt jelenti, hogy a módosított, hogy a 14.49-kor kellett volna elrajtolni, az 14.59-re módosult, és ahhoz is került egy olyan körülbelül még 5 perces csúszás a gyorsasági rajtoltatásába, de ez igazából most már nagy jelentősége nincs, a lényeg az, hogy elrajtolt az első éles autó is a pályán. Még 18 kilométert meg kell tegyen a célig, és a rajtban ott áll már Trencsényi József is. Az, hogy hogy érkeztünk ide, ez elé a verseny elé, 5 futam, 4 értékelt verseny után az Országos Rali Bajnokságban, az nagyon nem volt mindegy. Ugyanis a bajnokság az roppant szorosan alakult, 4 értékelt versennyel. Hadik Andrisék álltak az élen, illetve állnak még jelen pillanatban is 103 ponttal, Turán Frigyeséknek 92, ahogy Vince Feréknek is 92 pontjuk van, Velencei Ádámék pedig 91-jel voltak így a negyedik helyen. És az első, tehát ez azt jelenti, hogy az első 3 párosból gyakorlatilag még, illetve az első 4 párosból, bocsánat, gyakorlatilag még bármelyikük lehet 2020 országos rali bajnoka. Úgymond a legnagyobb elméleti esélye ennek ezzel Hadik András rendelkezik, és persze Kertész Krisztián az oldalán. Hadik András elmondta a versenyről, hogy nagyon szeretné megnyerni a bajnokságot, és főleg azért, hogy Kertész Krisztián is országos bajnok lehessen, hiszen nagyon sokat dolgoztak együtt, nem csak a versenypályákon, hanem azon kívül is, és igazán szeretné ezt az élményt Kertész Krisztián számára is megadni, és ezt az elismerést, hogy országos bajnok legyen. Ugye 2 évvel ezelőtt Deák Attilával voltak bajnokok, és ugye ez, Hadik Andrisnak ez már a második abszolút bajnoki címe volt, hiszen annó még Subaruval is volt abszolút bajnok, amikor a VRC-ket nem értékelték az abszolútban. Tehát roppant érdekes a verseny, hiszen nagyon szorosan állnak a versenyzők most is, 6 gyorsasági szakasz után. Turán Frigyes vezeti a versenyt 39 perc 12,7-es összidővel, mögött Erik Kais van 10 másodperccel lemaradva, de ő Erik Kais a magyar bajnoki szempontból úgymond nem érdekes, mert ő nem fog pontot kapni, nem fog így pontot rabolni mások elől sem. A 6. gyorsági szakasz után Hadik Andrásék vannak a harmadik helyen, a magyar értékelés szempontjából a második helyen 23,1 másodperc lemaradással. 4. helyen van Bútor Robert Tagai Robival 7 tizedre Hadik Andrásék mögött, Vince Feri az 5. 2,1-re Bútor Robi mögött, és Velencei Ádám a 6. 4,6-ra Vince Feri mögött. De ez még mind semmi, hiszen ez a mi van, ha így marad, vagy mi van, ha változik valami, ezt még befolyásolni tudja az, hogy a Power Stage-en ezen a 7. gyorsági szakaszon ki milyen időeredményt fog elérni. Ugyanis a Power Stage-ér járó 5-4-3-2-1 pont szintén jelentősen tudja befolyásolni az összes begyűjtött pontszámot, a hétvége során begyűjtött pontszámot, tehát ezért még mi sem latolgatunk esélyeket, hogy
ha ez a sorrend marad, ha változik a sorrend, akkor mi történik. Érdemes megvárni a verseny végét. Akinek van kedve, a rajtban pedig egyébként Lukács Csucsu Kornélt és Tóth Dimit lehet látni, ahogy a Tagai Racing Technology neve alatt futó, de egyébként ez nem az az autó, ami itthon szokott lenni, mert Tagai Tomiék autója, azok még szerte a világban vannak, jönnek lassan majd haza. És ha jól tudom, akkor ez nem az az autó, de lehetséges, hogy már hazaért, de ebben most nem vagyok biztos. Mindenesetre a bérbeadó csapatoknak is egy komoly kihívást jelentett az elmúlt két hét, hiszen volt egy EB futam a Kanári-szigeteken, van most párhuzamosan ezzel a versennyel egy VB futam Monzában, tehát logisztikai is komoly kihívást jelentett ez a nap. Tehát a napi rajtsorrendben pedig Erik Kais rajtolt el, ugye most elsőnek. A rajtban Balogh Janiékat lehet látni Holzer Danival. Ők fogják pillanatokon belül megkapni a rajtjelet. Erik Kaisnak a jobb első sárvédője, ha jól láttam, igen, a jobb első sárvédője hiányzott gyakorlatilag, meg a lámpa az autóból, úgy látszik a nagylőtéren ott valahova oda csapta és valahova beakasztotta, és az elmaradt. De őket a tempóban ez nem hiszem, hogy különösebben zavarja. A tegnapi nap folyamán volt a rajtszámválasztó ceremónia, ami rendhagyó módon Murmansk versenyen, ugye a kvalifikációs szakasz eredménye alapján szokott megtörténni. Hát idén erre nem került sor, de ez idei év sok minden szempontból más. A bajnokság állása szerinti sorrendben választhattak rajtpozíciót maguknak a versenyző párosok, és így alakult ki az a sorrend, hogy Trencsény Józsefék rajtoltak először, aztán Vizelli Karcsiék, Bodoli Laciék, Csucsujék, Balogh Janiék. Jelen pillanatban ez a rajtsorrend itt, ezen a hetedik gyorsasági szakaszon, most pedig Osváth Petiék állnak bent már a rajtban, és várják a rajtjelet. Rajtprogram. Lehetett látni, ahogy dolgozott a futómű, lehetett hallani, ahogy dolgozott a motor, ahogy eldobta a kuplungot Osváth Peti, és akkor innen egy bő 18 km a cél. Itt a pálya végén felállított kameráink már az utolsó 3 km, bő 3 km-t látják, tehát amíg elérkeznek idáig, addig egy olyan 15-öt kell még megtegyenek a rajttól kezdve. Tehát Erik Kaiszék rajtoltak be elsőnek, aztán Trencsény Józsefék, Vizeli Karcsiék, Bodoli Laciék, a rajtban pedig Csomós Miklós. Kapták a 10 másodperces jelzést. Versenyprogram, rajtprogram. Így rajtolt el tehát Csomós Miklós és Nagy Attila a Mikulás Rally utolsó gyorsági szakaszán, ami ugye nem csak egy meghívásos buli verseny, ahogy eddig 23-szor volt, hanem az országos bajnokságnak a záró futama. Nagyon komoly tétre megy a meccs. Az előző két kört is közvetítettük itt a Rally Rádió FM frekvenciáján, a Rally Rádió Facebook és YouTube oldalán, sőt még a Digisport 3-on is látható volt a közvetítésünk. Aki még nem tette meg, az iratkozzon fel minden elérhetőségünkre és csatornánkra, mielőtt Turán Frici elrajtol. Na jó, megteheti utána is. A póló pedig így rajtolt. Tehát aki nem követi a Facebook oldalunkat, nem iratkozott, nincs még feliratkozva a YouTube csatornánkra, mind a kettőt tegye meg, hogy ezekről az élő közvetítésekről és sok más egyébről sem maradjon. Lenni közben Erik Kaiszék már megérkeztek ide a Jutas pusztai csiki-csukiba, az aszfaltos, és hol aszfaltos, hol földes, hol murvás. A gyorsasági szakasz korábbi részeihez képest teljesen más karakterisztikájuk részre.
jobb derékszög, bal derékszög, megint jobb derékszög, a végén nagy fék vissza a Murvára az aszfaltról, majd az egyenes után, és még Murvárról aszfaltra, és akkor majd onnan még elmennek egy hosszú nyújtott balossal, aztán a végén ott a vasút mellett. Érkeznek tehát szépen sorban majd a versenyzők, rajtolnak jelen pillanatban a többiek is. Én utolsónak ugyan Turán Ficiék rajt idejét látom, de már azóta volt, ha minden igaz, akkor Hermann Neubauer is elrajtolt. Viszont jön Vizeldi Karcsi, fordulja a jobb derékszöget. Ebből a bal, jön az egyenes, végén aszfalton kell elfordulni. Velencei Ádám van a rajtban. Megkapta ő is a 10 másodperces jelet. És elrajtolt ő is, miközben Trencsényi Józsi és Verba Gábor terelgeti a Fábia R5-öt itt Jutoson. Ott az aszfalt vége lesz majd, az a kritikus végtáv, azt sokan elrontották, nem az élmezőnyből, de a mezőny többi részéből elég sokan elrontották, nagyon sokan megtorpantak, ott közben Erik Kajszék pedig már a célban. 10-21-5-ös idővel, tehát Erik Kajszék. Ugye tavaly Bútor Robi 1.26-os, bocsánat, 10-26-os időt szaladt ezen a gyorsági szakaszon, az volt az abszolút idő. Most ez már bőven túlszárnyalták, és Bútor Robi pedig a rajtban áll, ő fog mindjárt elrajtolni. Sanyi, tiéd a szó! Kajszék ideje 10-21-5. Hello! What is the time? It was from the previous stage, from the jumps, so nothing big, but yeah, on one side it was a good experience this race for a cleaning. On the other side, I'm really disappointed that I cannot fight it for the win about the cleaning, but I think we did a really great job. I need to say thank you all to our partners, or to all to my team and my family. I'm really happy that I can start here and that I can doing really. So thank you for all the season. Thank you. Megköszönte mindenkinek a lehetőséget, hogy itt lehetett meg az egész szezont. A takarítás miatt sajnálta, hogy nem tudott a győzelemért harcolni. De ennek ellenére egy nagyon jó verseny volt, és nagyon fontos Murva tapasztalatokat gyűjtött az autóval Erik Kajsz. És hát ugye neki nem is az volt úgymond a dolga, hogy itt a győzelemért harcoljon, hiszen itt a magyar bajnoki cím volt a tét, közben megérkeztek Trencsényi Józsefék, persze a versenygyőzelem az egy másik történet, az arra mindenki törekszik. Trencsényi Verba páros 99-es rajtszámmal érkezett meg egy 10.45-7-es időeredménnyel. Halljó! Sziasztok! Na, örülünk, hogy célba vagyunk. Már most romlott a pálya állapota, nyomvájus, nedves. Üzenem a mögöttünk jövőknek, áthallgatják a rádiót. Rendben volt minden, nem volt technikai gondunk. Próbáltam behozni célba lenni, defektet ne kapjak. Rendben volt. Beállítások nem idevalók voltak, amivel jöttünk. Szerintem azok nem jól sikerültek. Nyilván ez egy picit hátrébb kellett, hogy menjünk időbe. Köszönöm szépen! És kellemes ünnepet nektek, szevasztok! És már is itt a következő párosunk. Vizeldi Karcsi 10.31.3-mal. 19-essel, így van. A drónon pedig Csucsujék autózását lehet követni. 19-essel Vizeli. Vizelin érkezett meg az időeredményt, akkor már mondtad, ez a 10.31.3. Szeva, az eleje az most lett ilyen, kicsit kalandos, vagy ez még az előbbiből volt? Az előbbi gyorsból volt, ott egy kicsit nagyot ugrattunk. Ez nagyon jó volt, nagyon sajnálom. Itt is repültünk akkorát, hogy leesett a kamerának az akció, és nem lesz meg belső felvétele. Jó volt. Menet közben elment a kormányközepünk, így áll egyenesen.
ennek ellenére próbáltunk az utolsó gyorsan még jönni, ami tőlünk telik. A Skoda emblémán a fordítasszak, hogy... Igen, ezen egy kicsit takérnék el, és akkor hátra jó lesz. Nagyon élveztük, köszönjük, hogy itt lehettünk. Na, még meg köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok, és kellemes ünnepet! Iván? Bodolé Jaciék lesznek a következők, a képen pedig a Balogh Janiék is már föltűntek. Érkeznek a Fiesta-val. De előttük majd még csücsüljék fognak érkezni a célba, viszont boladelecélyek már ott vannak, úgyhogy Csanyi, tiéd. Köszönöm szépen, egy darab Fiesta köteles volt itt megjelenni, meg is 5-8-as, 3-as rajtszámmal, az időeredmény 10-42-7. Szeva! Sziasztok! Hú, ezt már nagyon élveztük a legvégére, úgyhogy bele is rázottunk, még egy nap lehetne. Úgyhogy köszönjük a Hadikali teamnek, nagyon jó kocsit kaptunk, átmentünk mindenen, érzése jó volt. Egy kicsit még gyorsítanunk kell, és szorítunk az Andisnak. Na, szuper! Köszönöm! Kellemes ünnepet! Szevasztok! Osvárd Petiék a fönti képen, lent pedig Lukács Kornélék. Csúcsú Tóthváros 24-essel a Citroent hozta meg hozzánk, az időeredményük 10-27-1. Ez eddig a második, hogyha jól látom. Szasztok, ez jól a második. Látod. Igen. Én azt gondolom egész jó. Végig a Kajszt néztem, hogy mennyire vagyok tőle, és most voltam a legközelebb hozzá, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel az eredménnyel abszolút elégedett lehetek. Na, örülök neki. Meg örülök, hogy itt vagytok. Kedves ünnepet, szevasztok! Iván! Osmát Petiék tempóztak a Balosban, aztán jön majd a féktáv. Arra a pedékszögnél egy picit élesebb és aszfaltra fordítósnál. Csoda. Ők pedig Balogh Janiék, ha minden igaz, igen, ők azok, akik már érkeztek a célba. Aztán ugye Osmet Petiék, Csomós Miklósék, aztán jönnek majd Friciék, Csomós Miklósék láthatók a képen. 10-29-8 Balogh Jani és Holzer Dani időeredménye. Ennyi idő alatt tolták át a Fordot. Szevasztok! Hello. Ez haladós volt. Igen, csak érzése volt jó, az időeredményben picit azért jobbat vártunk. Állítgatjuk a kocsit folyamatosan, mert nyilván a tesztek azok keveset mutattak, és versenykörülmények között sok minden előjött. Igyekszünk így összehangolódni. Van még benne azért bőven. Gyakorlatilag tudásunk szerint jöttünk végig, és még azért ez nem az a tempó, amit mi tudunk ezen a murván. Dolgozni kell még. De minden oké. Köszönöm szépen, kellemes ünnepeket nektek, szavaztok! Balogh Holzer páros tovább, Iván. Osvárd Petiék jönnek is, mert Friciék is itt vannak a látókörben, úgyhogy hamarosan ők is képernyőre fognak kerülni, ahogy majd látjuk őket. Osvárd Petiék jönnek a célba, és ugye Friciék, Velencei Ádiék, Hadik Andrisék, Vince Feriék, ők a bajnok esélyesek. Ők vívnak a bajnokságért, Osmet Peti a célban, Csomós Mixi is közelít már lassan a célhoz, ha jól látom. Igen, ő is ráfordult a célegyenesre. 10.57.6-ot jöttek Osmet Petiék. Herman Neubauer is már megérkezett ide a végére. Úgyhogy hamarosan őt is mutatjuk, Sanyi. Már is jövök a bódéba. Egy pillanat, mindjárt meg is kérdezzük az Osvárd papárost, hogy vajon az a füst, ami ott jött, az mitől jött? Nincs rajta olajnyomás. Aha! Az itt a végétől úgy jöttünk végig, úgy gurultunk. Értem. Úgyhogy, de ennyi volt. Hát még nem tudom, mert itt már most annyira világított, hogy mindig világít. Aha. Jó, akkor engedlek és benneteket köszönöm szépen. Nem volt annyira boldogító a hír. Nem. Olajnyomás nélkül érkezett meg az Osvárd papáros, úgyhogy most kitolják az autót. Ők kitolhatják. Igen, csak a kollégának nem kellene, igen. Igen. Csomós Mixiék vannak nálad. 93-as rajtszámmal az időeredményük 10-22-1. 10-22-1. Azt a keservét. Második idő. Második időt jöttek, 6 tizeddel maradt el mindössze Erik Kejsz idejétől, és itt vannak Friciék is már a célban. Hát eddig. Remélem nem kavarok bele a bajnoki címbe ezzel. Nyilván ezt most jónak éreztük, jó volt. Örülünk, hogy itt lehetünk, ilyen autóval versenyezhetünk. Úgy gondolom, hogy van ebbe igazából lehetőség, hogyha
jövőre is sikerül összeállítani a dolgokat, és tudunk menni még többet, hiszen 4 futamot vettünk, vagy 3-at gyakorlatilag az éven. Azt gondolom, hogy akkor jobb lesz. Oké, köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket nektek, meg gratulálok, szevasztok! És itt vannak Turán Friciék is, megérkeztek hozzánk. Pillanatokon belül be is gördítik az R5-ös Volkswagen Polót 33-assal, 10-17-8-al! 10-17-8! Gratula! Ezt nagyon odaraktátok! Hát igen, azt gondolom, hogy megtettünk mindent. Ahogy most a bajnokságon mi lesz, az Andrison múlik. Nekünk az volt a lényeg, hogy megnyerjük ezt a versenyt, de sikerült, nagyon hálás vagyok a Hankuknak, a Korda Racingnek és minden támogatónak, Lacinak is. Szerintem nagyon-nagyon erősen tudtunk versenyezni, nagyon jó hétvégénk volt. Köszönök mindenkinek minden. Tényleg, hogy számolgattátok? Hogy lehet megnyerni a bajnokságot? Tehát hogy kell, hogy álljon akkor a helyezés? Hát azt hiszem valahogy úgy van, hogyha mi nyerjük a Power Stage-ot és az Andris rosszabb, mint ötödik, de hát erre nincs nagyon esély szerintem. Az Andris lesz a bajnok, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nem egyszer, igen, ez most nagyon közel van. Köszönöm. Kellemes ünnepet nektek, szevasztok! Stúdió. Herman Neubauer érkezik majd Frici után, és aztán érkeznek majd, akkor utána válik izgalmassá igazából a sztori. Még Bútor Robi fog majd érkezni, és utána jön Vince Feri, illetve Bútor Robi előtt Velencei Ádám, utána Vince Feri, és utána Hadik Andris képen, fönt a drón képén Velencei Ádit lehet látni. 10.42-től Neubauer Ettel páros Ausztriából. Das ist ja schade. Ich glaube, es wäre Bestzeit gewesen. Ich bin leider am letzten Abzweig geradeaus gefahren und bin halbe Minute vor einem Schranken gestanden. Ich habe Frieges gesehen und ich glaube, ich war so 3-4 Sekunden schneller wie er. Aber leider, mein Fehler. Ja. Aber war Wahnsinns Rallye, macht riesen Spaß. Einfach nur geil. Ja, schade. Glückliches neues Jahr. Nem hallottam a teljes beszélgetést, valahol meg kellett állnia valami sorompónál, de sorompó mellé csúszott, és az ő hibája volt, úgyhogy de ott sokat vesztett. Na, nézzük. Velencei Ádi. Velencei szőkepáros ötössel érkezett meg ide hozzánk 10-20-7-es idővel. 10-20-7-tel. Második idő Frici mögött eddig. Így van. Jobbtatok egy második időt. Igen, a többiek jönnek még, hát próbáltunk mindent megtenni. Befolyásolhatja még az utolsó gyors itt a évvégi eredményt. Nagy valószínűséggel a bajnoki címről lecsúsztunk. Gratulálok így ezúton is, aki meg fogja nyerni. Tényleg azt mondom, hogy nagyon jó évünk volt, itt vagyunk az elejében. Tudtunk sok versenyen harcolni az első helyért, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövő évre nézve ez nagyon jó lesz. Na, szuper, és gratulálom nektek! Nagyon szép volt, és kellemes ünnepet! Oké. Okay. És akkor mi már Hadik Andrisékat látjuk a képen. Most érkeznek Bútor Robiék a stopba. Hallgassuk meg őket, közben figyeljük a másik képen, hogy Hadik Andrisék hogy autóznak. Bútor Robiék is pont ugyanannyit jöttek. 10-20-7-et. Szeva, hát ti is oda raktátok magatokat. Power stage-es volt, tényleg. Jó volt, élveztük. Tényleg, volt még egy lépcsőfok, tehát... Lehet még gyorsabban menni, úgy látszik, tényleg. Fog ez menni majd 50 körül. Jó ez. Tényleg, ti most benne vagytok az értékelésben, vagy nem? Szerintem nem, de naponta változnak a szabályok. Világos. Az egy másik téma. Na, ciao. Kellemes ünnepet nektek, szevasztok! Megérkeztek. Utolta páros hatossal. Megérkeztek Vince Feriék is. Utána meg jönnek majd Hadik Andrisék. Vince Feri idejét még egyelőre nem látom. 10-22-0. 10-22-0, tehát akkor ők eddig a... Hát igen, megvan, 10-22, 5. időt autóztak ezen a gyorsági szakaszon, pontszámítás szerint 4. idő. Sanyi? Köszönöm, de elvileg azért mindenféle műszaki problémákkal küzdöttetek. Végig azzal küzdünk igazából, így nem annyira tudtuk élvezni a versenyt, tiszta idegek voltunk végig. Pedig kezdtem volna megkedvelni a Murvát, jó rajta csúszkálni. Nagyon-nagyon kevés a tapasztalatom. Sosem megyek, szerintem összvisz vagy 100 kilométert mentem. Hát, sokat kell még Murván gyakorolni, tehát ez csak úgy lehet, hogyha megyünk és hibamentesen, meg technikai hibamentesen, mert így nem volt élvezetes.
váltó gondok azok valahogy megoldottad? Nem, azok nem. Egy szenzorhiba rájöttünk, hogy mi az, csak nincs a csapatnak olyan szenzor, és így nem tudtuk kicserélni, úgyhogy kuplungolnom kell végig, így meg azért ezzel nem lehet gyorsan váltani, meg menni. Köszönöm szépen, sziasztok! Érkeznek majd Tóth Tibiék is, de ami a fontosabb, Hadik Andrisék is teljesítették a gyorsasági szakaszt. Az idő eredményük 10-23-5, ez a magyar bajnokság szempontjából a hatodik legjobb idő, tehát Powerstage pontot nem kapnak Hadik Andrisék. De bajnoki pontokat igen, Sanyi? Igen, már is jövök be hozzájuk, 9-es ajszámmal Hadik kertészpáros, 10-23-5-tel. Sziasztok! Figyeljetek már, most én kérdezek, ki a magyar bajnok? Ezt próbáltuk meg kiszámolni, még egyelőre nem sikerült nekünk se. Jó, oké. Szerintem nem én egyébként, de nem baj. Jó. De minden esetre gratulunk és kellemes ünnepeket nektek. Szevasztok! Hát igen, valóban egy most a számolgatás következik, ez az, amiről mi is beszélgettünk, hogy a versenyzők, és ha már úgy jön neki, hogy ők se tudják most hirtelen, akkor itt rendesen tényleg számolni kell mindent. Igen, attól függ ugye, hogy Hadik Andris kap-e egy bajnoki pontot a Power Stage 5. helyéért, vagy nem kap bajnoki pontot. Ez majd a szabályok értelmezésétől fog függeni, közül megérkeztek Kovács Antiék is. Sanyi? Kovács Istovics páros 13-as rajtszámmal egy 10.34-2-es idővel jött meg. Szevasztok, mi újság van? Hát örülünk, hogy célba vagyunk. Az előző gyorsaságén a nagylőtéren jól szétrendeztük az autót, úgyhogy köszönjük neki, hogy kibírta. És jó élmény volt, Veszprémben mindig jó menni, úgyhogy... Mi volt a kaland a másik gyorsvonalon? Hát semmi, igazából egy ugrató után leverte az elejét, aztán valami elektromos csatlakozó leugrott, és onnantól se turbónyomás, se semmi. Aztán meg tudtuk javítgatni valahogy. Na, jó van akkor. Na, szevasztok, kellemes ünnepet! Stúdió! Kovács Antiék idő eredménye, tehát 10.34.2, abszolút 11. idő. A verseny összetett állása most úgy néz ki, hogy Turán, Kais, Bútor, Hadik, Vince, Velencei. Tehát ugye Kaiszt ki lehet venni ebből a sorból, hiszen ő nem fog magyar bajnoki pontot kapni. A versenyért járó pontok úgy néznek így a mostani állás szerint, hogy Turán Frici kapja a győzelemért járó pontokat. Most Bútor Robi vagy kap, vagy nem kap pontot. Szerintem kéne kapnia, de ezt a teljes egyéni véleményem, hiszen ő magyar licenszer, magyar bajnokságban megy, miért ne kapna. Ha beér persze a célba, ugye itt pont itt Veszprémben láttunk már ilyet, hogy az Herzig Norbi volt, aki nem ment be a végén a célba pontot rabolni, de nézzük Tóth Tibiéket, hogy velük mi történt. 12-es alatt Tóth Szabó páros jött meg, az időeredmény 10.50.1. Halló, sziasztok, mi újság veletek? Hál' Istennek, behoztuk az autót, első murvás versenyünk ezzel az autóval, nagyon élveztük a verseny, nagyon jó verseny volt. Igazából nagyon csúszásom volt, jó volt itt autózni. Köszönjük szépen! Köszi, gratulál és boldog karácsonyt! Iván? Köszönöm szépen! Érkezik Tóth Tibiék után Kevin Reitz és Christoph Fögerer Ausztriából. Tóth Tibiék 10.50.1-el 15. abszolút időt autóztak ezen a gyorsasági szakaszon. Rajt Bögerer párosött meg 16-os rajtszámmal, az időeredményük pedig 16-os, még egyelőre nem látom a táblán. Hello, Jules, wie geht's dir? Hallo, alles super gelaufen. Auf der letzten Prüfung hatten wir leider etwas Leistungsprobleme. Das Fahrzeug hat nicht mehr 100%ig das Gas angenommen, aber ansonsten hat alles super geklappt. Sind komplett ohne Patzer über die Prüfung gekommen. Für uns war es super zum Testen und zum Probieren. Wir haben sehr viel gelernt von der Rallye und wäre perfekt die Rallye für uns. Danke. Schönes Weihnachten. Hát ebből körülbelül a felét, ha értettem, Iván. Nem tudom, hogy... Én meg a felét sem hallottam, úgyhogy... Hát igen, nagyjából úgy voltunk. Egyébként valami problémája volt itt az autóval, azt tudom, azt mondta. De hogy pontosan mi, az már egyszerűen nem jött át, mert hogy nem hallottam. A képen Csevili volt az előbb látható egy pillanatra. Várkonyi Szabiéknak kell most érkezniük a célba, de előtte... Várkonyi kerekespáros 20-as rajtszámmal hozott egy 10.53.7-es időt nekünk.
Sziasztok! Ez már úgy egész jó volt, sikerült beelőznünk az osztrák kollégát, hogy ne kelljen utolérnünk. Úgyhogy ezt élveztük, de az hiányzott ahhoz, hogy igazából jobban tudjunk menni, kellett volna még egy kicsi fejlődés. Ugye minél többet megyünk itt, annál jobb. Nagylőtéren ugyanezért tavaly mentem először, pláne erőtös autóval a nagylőtéren, úgyhogy hát az valami eszméleten egyébként rettenetesen jó, de hát nagyon nehéz elhinni, hogy ez az autó ez mindenen átmegy, mindent kibír, mindent átugrik. Ehhez idő kell, hogy ezt az ember megszokja. Na, gratulálunk nektek, és kellemes karácsony! Halió, sziasztok, Iván! Marosi Zsolték is már itt vannak a célba, pillanatokon belül ott lesznek nálad, őket majd Csevili követni, aztán Franz Kolic, a premieres versenyző, akiket többször utolértek már Várkonyi Szabijék, de már is Marosi Zsolték ott vannak nálad. Sanyi? Marozsék érkeztek meg, de nem jöttek ide be hozzánk, úgyhogy kizarándokolok ide hozzájuk. Hello, sziasztok! Na, mi újságban? Hello, hát leküzdöttük. Valami problémánk van, mert nem megy az autó, egy csomószor betiltott, úgyhogy nem tudom, hogy mi lehet vele, de itt vagyunk. Oké, köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket nektek. Szevasztok! Hát, pont egy szót nem értettem. De reméljük, hogy a hallgatóink, nézőink, igen, Iván. És már is ott vannak Csevilijék. Ifjabb Cseh, Matés Város 22-es rajtszámmal hozta meg a fehér Skodrit. Hello, sziasztok! Sziasztok! Na, mi újság? Hogy fejeződött be a versenyszámotokra? Hát összességében jól éreztük magunkat. Kicsit bosszús vagyok, mert egy ilyen bő fél percet, 35 másodpercet töltöttünk az útszélén túlcsúszásokkal. Ha az nincs, akkor jóval előrébb vagyunk, és ezt most picit bánom, szkár volt ezeket így eldobálni. Hát az időeredmény sem rossz, mert egyébként 10.31.3-at jöttetek, tehát... Hát igen, nem forszíroztam már annyira itt a végét, itt lehetett volna még jobban jönni, de már úgy voltam vele, most sokat úgyse tudunk előre ugrani összetettben. De van, az ahhoz mértén is egy tisztességes idő, úgyhogy gratula, és boldog karácsony nektek! Szevasztok, Iván! Csevilijék után kell, hogy érkezzen az osztrák páros. Igen, Csevilijék után az osztrák páros, ez a Franz Kölicsék kell, hogy jöjjenek. Aztán Ránca Zsolt, és akkor velük ér véget az ORB R5-ös mezőnyének. Illetve mezőnye, onnantól jönnek a... Illetve nem, még Ferenc Krisztiánék, bocsánat, jönnek, csak Barna Tibiék már, ahogy én már látom is őket, hogy érkeznek, és most már önök is. Barna Tibiék előbb rajdolnak, mint Ferenc Krisztián és Ferenc Ramon. Ők még ugye egy R5-össel vannak, de ez már azt jelenti, hogy már a Production Cup maradék két versenyzője is közelít. Sőt, talán már csak egy, Barna Tibiék vannak versenyben. Igen. Akkor nekik kell behozni a célba az autót. Érkeznek az osztrákok. Talán nem állnak meg a stopp előtt. De mintha már a cél előtt elkezdett volna lassítani. 11.50,6-os időt jöttek közt a sportbíróktól. Lehetett hallani, talán önök is hallották, hogy beszűrődött. És akkor hallgassuk az osztrák kezdőket. Sanyi? Kolic Schwarz páros 14-esen jött meg. Ich gratuliere die erste Rallye. Hey! It was great, yeah? It was my first rally ever. Yeah? And I finished it with minimal damage and a lot of fun. A beautiful Hungary. I'm proud for the organization. I'm happy that I'm here. See you again next year. Glückliches neues Jahr. Hát megköszönt a rendezőknek, hogyha jól értettem, hogy eljöttett erre a versenyre, és nagyon élvezte, és hát jövőre is akar jönni majd. Elég mély vízbe ugrott, de itt van, végül is a versenyt teljesítette. És akkor Vánca Zsolték is megérkeztek. 23-assal Vánca szedőpáros jött egy 11-11-4-es időeredményt.
Na, szevasztok! Szia, szia, szia! Minden oké, okay, minden rendben. Tűzik? Hát nagyon tökfosszal meg minden. Hát most már jól ki van járva, azért nagyok a nyomok, de minden rendben van. Az autó tökéletes, ennyi a lényeg. Jó van, akkor első versenyén túl van. Igen. Hát ez volt az első, hát próbálkozunk még. És jól viselkedett? Nagyon. Hát nagyon jó kocsi, eszméletlen. Ez ide van kitalálva. Szuper. Köszönöm szépen! Kellemes karácsony nektek! Sziasztok! Kíván! A képen már feltűnt Martin kocsi is Csehországból, aki ugye ezt az Rally 4-es Fiesta-t próbálgatja. Ez az első verseny ezzel az autóval, egy kicsit nagyobb autóból ült vissza, és megérkeztek Barnáék is, mögöttük pedig már ott is vannak Ferencék is pillanatokon belül a stopnál, úgyhogy Sanyi, tiéd a szó. Köszönöm szépen, már Barnuség gurulnak ide befelé, pillanatokon belül itt vannak, úgyhogy 25-össel Barna-Barna páros. Halió, szevasztok! Duplán jó, Sanyikám, hogy találkozunk. Na, nettó. Szerencsésen átjöttünk ezen az utolsó gyorsaságin is. Megnyertük a kategóriát, és ami még csodálatosabb az, hogy az évvégi értékelésben is az elsők lettünk. Még egyszer. Köszönöm szépen. Na, akkor már csak be kell vinni a célba. Most már csak odáig jussunk el, így van. Na, akkor szevasztok, gratulok és kellemes ünnepet! Időeredményük pedig a 25-ös rajtszámmal, akkor 11.39.1 volt. A 17-es rajtszámon versenyző páros pedig jött egy 10.48.9-et, mindjárt bent vannak nálunk. Így van, és ők a Ferencek. Ferenc Krisztián és Ferenc Ramon. A másik képen pedig Juhász Csabiékat lehet látni a turbos trióval. Sanyi, tiéd? 17-essel Ferenc páros. Itt van, és az előbb már mondtam az időt. Szevasztok! Gyerekek, ez frenetikus, bár csak ezt csinálhatnám minden hónapban. Ezen gyorsan is mennék, még négyszer egymás után esküszöm. Kurva jó volt, elképesztő. Nagy élmény, nagyon-nagyon nagy. Annyira kívánom, hogy... Tehát akkor jó volt az a lényeg. Köszönjük szépen és kellemes ünnepet nektek! Szevasztok! Ezek nagyon emberi, nagyon őszinte pillanatok. Ugye, hát Ferenc Krisztián is gyakorlatilag végigcsinálta az évet testvérével, ugyan még hogyha nem is aktív versenyzőként, de hát minden rezdülésükről tudott a Herzig Ferenc kettősnek. Ott volt velük. És most ő is szokott egyébként ugye menni Krisztián, tehát nem, neki nem úgy első versenye volt ez, mint az osztrák párosnak, tehát... De lehetett hallani, hogy elfogyott a mondat vége. Teljesen, de nincs is ezzel baj, tehát ez szerintem teljesen rendben van így, nem csak hogy érthető, hanem ez rendben van így. Így van, hiszen ez az a pillanat, amikor kijön, hogy valóban szívvel lélekkel szereti ezt a sportot, amit csinál. Igen. A román páros kriója a képen, hozzá pedig érkezik Csehországból Martin Kocsi. Sanyi. És megérkeztek a Ford Fiesta-val a Kocsi Tesinski páros. Az időeredményük pedig 11.56.1. The last two stages unfortunately we're missing third gear, so we only have 1, 2, 4, 5. But it's okay, I'm happy we're here, it was a very nice rally. I'm happy it was possible to happen. Merry Christmas and happy New Year! Hát Iván? Szlovákiából és Csehországból, hiszen vegyes páros. Még hogyha közel egy nyelvet is beszélnek, most már külön kell őket kezelni. És akkor érkeznek Juhász Csabiék is a Clio-val. Ők is elhozták a célig, az utolsó gyorsági céljáig az autót. Alapvetően nem is tűnik különösebben leharcoltnak a kocsi, így ezeken a képeken. Ugye őket sajnos felsorolták, RC3-as autó, amiben ez a Clio tartozik, volt még egy a mögöttük jövő román páros Clio-ja, de ők nem adtak így egy teljes kategóriát, hogy értékelni lehessen, ezért őket az RC4-be sorolták föl, illetve az RC2-be, bocsánat, az RC2-be, hiszen a lefelé a fölfelé, tehát így sajnos az összkerekesek ellen hát nem sok esélyük volt, Sanyi. 12.08-5-ös idővel jött meg a Juhász Bencs páros. Szevasztok! Ez sokkal jobban sikerült, mint az... Igen, most nem ugrattunk át a vizesárkon, nem akartunk felborulni. Az a baj, akkor nagyon megütöttük a futóművet, és most nem 100%-os a kocsi, de élvezhető, tehát nagyon jó. Jó lenne holnap menni még egy napot. Hát figyelj, lezsírozzuk nektek! Intézzétek el, és akkor jövünk. Jó? Megdumáltuk. Kellemes ünnepeket és boldog új évet, szevasztok!
A múlt héten lehetett menni több napot is, hiszen több csapat tesztelt itt a környéken, pénteken volt hivatalos teszt. Velencei Ádiék anyagában olvastam, hogy ők 160 kilométert, tehát másfél versenytávot teszteltek, legalábbis ha jól emlékszem, ez a szám volt. Igen. A sajtóanyagukban. Bereckijék jönnek a Peugeot-val, László Martinék a Fiesta-val, látom őket a képen, illetve a román páros közelít a célhoz. Mihály Manole és Márk Banka, és már benne a pillanatban bent is vannak a célban, mert a célvonalon túl, úgyhogy pillanatok múlva érkeznek hozzá, mögöttük majd Trencsényi Vincé fognak jönni a Fiesta-val, aztán Bereckijék és aztán László Martinék, aztán pedig ifjabb Fekete Laciék. Ők egyébként nagyjából így ez a társaság elég komoly csatát vívott az év folyamán is az RC4-es kategóriában, de Sanyi, tiéd a szó. Manole Bianca páros érkezett meg, 29-essel hoztak nekünk egy Renault, az időeredményük 12.39.2. Hello. Okay. This stage is okay? Yeah. The first was very rough. I didn't expect to be so rough, but this one is nice. So for sure we will be here next year as well. Thank you very much for a nice rally. Jönnek jövőre is, a nagy lőtér az nem volt annyira szimpatikus, de ez igen, és jönnek jövőre is. Hát, hogy bízunk benne, hogy lehet jönni, és lesz akár több verseny is, Veszprém is, meg Mikulás is, Trencsényi Vince pedig ott van bögös, Sanyi Nászi. Sanyi? 12.085-ös időeredménnyel jött meg a Trencsényi Kulcsárpáros, szevasztok! Örülök, hogy látlak benneteket, itt vagytok. Minden rendben? Nagyon haragszok magamra, mind a három körben ugyanabban a kanyarban csúsztam túl. Most még tolatnom is kellett. Hát hozzánkves voltál. Hát igen, a powerpontokért küzdöttünk volna. Nagyon haragszom magamra miatt. Hát elhiszem, igen, hogyha az emberi behibázik ugyanott. Helyezés? Hol álltok? Ki tudja? A magyarokat nézzük, hogy évvégén harmadik vagy negyedik hely lesz, úgyhogy ezért lett volna fontos a power. Köszönöm szépen, és kellemes ünnepet nektek! És jön egy 208-as. A Bereczki Géci 2-ös 12.01.6-os idővel. Be is szállok hozzá, mert biztos pont én hiányzok ide. Szevasztok! Na mi újságban, minden rendben? Hát fantasztikus, nem jutok szavakhoz. Nagyon-nagyon élveztük, nagyon szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik lehetővé tették, hogy én ma itt tudtam versenyezni. Elsősorban Tamástól. Tamásnak szeretném megköszönni, illetve Józsiéknak, Hibján Józsiéknak az autót, mert abszolút hiba nélkül működött. Egy köhintése volt a teszten, azt elnéztük az autónak, és onnantól makulátlan üzenet. Nagyon boldog vagyok, nagyon köszönöm mindenkinek. Átadtuk. Köszönjük és kellemes ünnepet, szevasz! Kíván! Egy újabb 208-as van fönt a képen, ami azt jelenti, hogy János Ákos visszaült ugye régi autójába, és ő is közelít már a szakasz vége felé, de egyelőre még nem ők vannak a stopban, hanem László Martin. 11.54.3-mal érkeztek meg a László-Verendi város. Mi újság van oda itt az autóval? Volt valami kaland? Volt mindig valami kalandunk. Élveztük ezt a gyorsaságit, meg ezt az egész versenyt. Volt végig problémánk, de nagyon szépen köszönöm az egész évet a csapatnak, Dávid munkáját és édesapámnak a támogatást, hogy versenyezni tudtam, és ennyi versenyre rajthoz álltam, úgyhogy jövőre ugyanúgy próbálkozunk megint. Várunk benneteket, és kellemes ünnepeket! Szevasztok! Iván! László Martinék 11.54.3, Trencsényi Vincék 12.08.5, és még jöhetnek be közéjük is, úgyhogy jogos volt Trencsényi Vince bosszúsága. És a feketéjéket nézzük, ők milyen időt jöttek. 11.51.2-vel érkezett meg, 35-ös hajszámon az ifja, a fekete meg alapáros. Szevasztok! Akkor megvolt az utcsó gyors is. Megvolt, hál' Isten. Sikerült a mai nap. Nagyon jól sikerült, jól éreztük magunkat. Igazából egy dolgot sajnálunk, hogy a harmadik fokozat elmúlt az autón. Úgyhogy megpróbáltunk minél többet negyedikbe menni. Ha meg másodikba, akkor még minél később fékezni a nyerőt. Kellemes ünnepet! Sziasztok! Iván! Vészvillogóval jön egy Fiesta, mégpedig Nikolaj Landáék.
de előttük még érkezik János Ákos a 208-assal, akinek Szolnár Csabi diktálja az itinert most. Pillanatokon belül ott vannak, ott lesznek a stopban. Egy kis retro érzés. Mire is gondolsz? Itt a Peugeot-ban nekik. Ja, igen, igen, hogy visszatértek a korábbi autójukhoz, konkrétan a korábbi autókhoz. Igen, igen. Tied? A nagy visszatérés, legalábbis erre a versenyre. 12-12-1-es idővel a János a Szolnárpáros. Szevasztok! Igen. Na, milyen volt ez a versenynap? Nagyon jó volt egyébként, nagyon élveztük, az időeredmények nem voltak jók, de ezt tudtuk kihozni ebből a csomagból, és jó volt összességében. Jó, nosztalgiáztál. Nagyon hibátlan volt, tökéletes. Akkor még mindig szereted őt. Szeretem, igen, egyébként jó volt. Jó van. Kellemes ünnepeket nektek, szevasztok! Iván! És bocsánat, Waldherék jönnek nagy valószínűséggel vízfillogóval. A Fiesta-ban nem Landáék, viszont hozzád érkezett... Osztrákok, hogy minden igaz. A Landáék érkeztek meg, így van. 37-essel a Landa-Landa páros jött meg egy 11-53-ös időeredménnyel. Bizony! Halló! Schwierige letzte SP. Ja. Der Kampf mit Luca Waldherr auf den dritten Platz ist extrem eng, es sind 7 Sekunden. Ich weiß nicht, ob es sich ausgegangen ist. Ich hoffe es, aber es war eine Wahnsinnsrallye. Wir sind froh, hier zu sein. Ich glaube, es schauen ein paar Leute aus Österreich zu, die mag ich herzlich grüßen. Wahnsinn für die Unterstützung und ja, wir kommen wieder. Danke. Und glückliches neues Jahr. Ja. Tschüss. Visszajönnek, üdvözletét küldte az osztrák nézőknek is. Mi is bízunk benne, hogy ott is sokan néztek bennünket. És mondtad, mert hogy nehéz verseny volt, de nagyon élveztek. Így van, így van, így van. Egy olyan jó leső, elégedett fáradtság tűnt Landa arcán. Sanyi? És megjött a Waldherr-Dorfbauer páros 40-es rajtszámmal, hoztak nekünk megint csak egy Fordot. Az időeredményük még nem került föl, de mindjárt fönt van a 11-essel kezdődik, 57-es, 11-57, 4. Tschüss. Right, it's a shame. On the middle of the stage, gearbox is broken. Yeah. I left third and fourth gear. Yeah, that's rally. Yeah. But generally, the rally was really cool, and I will come next year too. Glückliches neues Jahr. Tschüss. Hát a váltójuk bekrepált. Úgy látszik, itt a Fiesták harmadikja az... Igen. Az nem bírta. Lehet, hogy ezt érdemes lesz majd ott a Szemsportnak átgondolni, vagy ezeket a tapasztalatokat leszűrni, mert hogyha tényleg egy adott versenyen ennyi autónál tűnik el a váltóból a harmadik fokozat, akkor az lehet, hogy már ad egy olyan támpontot, és ezeknek a váltóhibáknak a vizsgálata, amivel megbízhatóbbá lehet, strapabíróbbá lehet tenni ezeket a váltókat. Gyuricki Zsolték érkeznek. Így. Igen, mert egyébként még szép szemű versenyző érkezett meg váltóhibával ide. Tehát több mint valószínű, hogy az a terhelés, amit az a lőtéri gyorsaságok halmaza jelent a versenyautók számára, az a váltóknak itt azért annyira nem jött be. Igen, az utolsó Balozsba egy picit megütötte a bal elejét, szabad szemmel nem látszik sérülés az autó, meg ezt ki is bírhatta, de rám fordult a gumira Gyuricki Zsolt. És ugye régen, amikor még ilyen itthon épített, innen-onnan, nem ilyen minőségben gyártott alkatrészekből építettük az autókat, akkor ugye ugrató előtt közvetlenül elvettük a gázt, amíg le nem ért az autó, nem álltunk rá. Itt az új autókkal meg átolják nyílen, hát lehet, hogy ez okozta a meghibásodást. Sanyi? Gyuricki-Börözi páros jött meg 39-es rajtszámmal, 12-41-3-as idővel. Szevasztok! 41-3. Mennyire sikerült ezt a gyorsot jól abszolválni? Szerintem teljesen jó volt magunkhoz mérten, ugye itt az utolsó gyorsaságira már abszolút nem forszíroztuk ezt a kérdést. Mentünk, kipróbáltuk az autót, tökéletesen működött. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezt a rendezvényt segítette, sportbíróknak, akik a munkájukat végezték. Kellemes ünnepeket mindenkinek! Kellemes ünnepet nektek, és sziasztok! Iván! Gyuricki Zsolték után pedig visszatérünk az összkerékhajtáshoz, hiszen jön az ORC. Rongics Attila, Bacsa Tamás, Hevesi István, Mártin Szemerád, Baracskai Zsolt, Páhi Csabi sorrendben, és Rongics Attiláik már fel is tűntek a képen. Ugye itt rajtoltatásban volt egy pici szünet, hogy ne érje utol
olyan hamar, azért ezek az ORC és nagy Mitsubishik, hát nagyságrendel gyorsabbak elméletileg, mint a kétkerekes Fiesták, jóval nagyobb teljesítmény hajt mindenhol. Tehát az más kérdés persze, hogy olyan nagy különbség a végén nem mindig alakul ki a kétkerekes és az összkerekes párosok között, de ezt rengeteg minden befolyásolja, de az önmagában szerintem vitathatatlan tény, hogy egy ilyen Mitsubishi Murván biztos, hogy gyorsabb, mint egy R2-es autó. Legalábbis annak kéne lennie. Bacsa Tomiék is már itt vannak a csiki-csukis részen, tehát itt a jutospusztai területen, de addig persze, hogy mi nézzük, érdemes nézni Rongicsékat fentről, hiszen ezek a drónos képek elég jól és sokáig mutatják az autót, hogy hogy is viselkedik, hogy is mozog az úton. Bacsa Tomiéknak kinyílt a csomagtartó, de hát az van rajta szárny, úgyhogy az nagyjából leszorítja. Féktávon tud emelkedni egy kicsit. Meg amikor full keresztbe ugrott föl az aszfaltra, lehetősen korán elfordította, és hát gyakorlatilag a hátsó kerék az oldalazva ugrott föl az aszfaltra. Na, most újra vissza a Murvára. Villantak a vakuk. Közben Rongics Atiék már túl voltak a visszafordítón, a visszafelé vezető hosszú egyenesen, és közelítenek a célhoz. És Hevesi Pistiék is már itt vannak Kovács Edittel. Aki miatt gondolom Svájcból is sokan követik az adást. Meg sok minden onnan máshonnan, Ausztria, Németország. Gyakorlatilag mondható, hogy globálisan nézik a magyar rally bajnokság küzdelmeit, és követik a rajongók. Rongicsék közben a célban. Mindjárt kiderül egy időeredmény is hozzájuk. Hevesi Pisti a tempós egyenesben. És fordul jobbra szűken. Közben Rongics Attiláék pedig a stopban, Sanyi. Rongics Hanus pár eset még 41-es sajtszámmal, jöttek egy 11-13-0-ás időt. Szevasztok, örülök, hogy látlak benneteket, meg volt akkor, hogy álltok? Fogalmam sincs, hogy állunk, a cél az teljesítve, megvan a bajnoki cím, mi vagyunk 2020-ban az ORC bajnokai, úgyhogy örülünk nagyon. Gratulálok! Navigátorodat hagyom egy kicsit tanulni, hogy hogy kell sportbírónak lenni. Gratula! Köszönöm. Nagyon nehéz verseny volt, különösen ebből a teherrel a válunkon, hogy igazából célba kellett, hogy érjünk, és akkor megvan a bajnoki cím. Sikerült, úgyhogy nagyon örülünk. Ráadásul még jól is jöttetek. Szevasztok, kellemes ünnepet! Akkor egy bajnokot már is lehet köszönteni, pedig az ORC bajnokát, Rongics Attila és Hannus László személyeiben. Ők az ORC bajnokai, nagyon úgy tűnik. A versenynek a célban és a partfelénybe állást követően van vége, ezt ne felejtje senki. Közben Bacsa Tomiék és Hanyi Gergőjék is megérkeztek, Sanyi. Méghozzá egy 10.56 ötös időeredménnyel. Szevasztok! Szép idő. Hát igazából próbáltam egy másik hajtásprogramot egyébként, így a végére nem tetszett annyira, de jöttünk. Nekem a mai napból a kis lőtér meg a várpalota az nagyon tetszett, az zseniális. A nagy lőteret azt elspóroltuk, de hál' Istennek itt vagyunk, szerintem nagyon sokat tanultunk, és ami a legfontosabb, hogy a Rongics Attiláéknak nagyon gratulálunk, ők lettek a bajnokok, úgyhogy... Hol álltok egyébként most? Ha minden igaz, akkor nem akarok elkiabálni, de kategória másodikak lettünk éves összetetben, úgyhogy sajnálom nagyon, hogy az Ariellék kiestek, mert igazából na végig nagyon jól mentek, nem tudtuk volna őket megfogni a mai nap folyamán, ők más dimenzióba autóztak. Ja, és a Hevesi Pisti, mit ment? Mindjárt megnézzük, hogy mit jött. 11.046-ot jött Pisti. Pistinek szerintem valami probléma van az autóval egyébként. Biztos, mert egyébként meg... Szevasztok, kellemes ünnepet! És itt van Hevesi Pisti a sor végén, 11.046-os idővel. Mindjárt megkérdezzük, hogy csak egy kicsit visszavette, vagy pedig van valami baj az autóval.
Halió, sziasztok! Na, örülök, hogy látlak benneteket. Srácokkal épp az előbb beszélgettünk, hogy néztük az időt, ami megszületett, és abban maradtunk, hogy valami baj lehet az autóval, mert egyébként meg... Igen, igen. Az volt a baj, hogy a nagy lőteret, azt nagyon vártam. Nem azért, mert az a kedvenc pályám, de ott mindig jó időt tudtunk menni, ugye, ott, ugye. Csak az volt a baj, hogy kétszer vagy háromszor is elment a gyújtási kocsiba, és lefulladt a kocsi. Úgyhogy megálltunk a gyorson, többször újra kellett indítani, kétszer, és úgy jöttünk le, és annyira féltem, akármilyen huppanóba belementünk, egy ugratóba, gödörbe, elment a gyújtás, és megállt az autó. Úgy, most ettől a gyorstól annyira féltem, minden huppanót megfékeztem, hogyha megáll az autó, akkor vége. Úgyhogy picit elóvatoskodtuk ezt a utolsót. Az előzőt az bánom a nagy lőteret, mert azt nagyon vártam azt a gyorsot. De hát ilyen az élet, lejöttünk a célba, úgyhogy talán megtört az átok, úgyhogy remélem, hogy innen már beérünk a parfermébe. Na, nagyon örültem, és gratulálok a többieknek, Arielek is nézhetősen gyorsan volt, gyorsak voltak. De gratulálok, és köszönjük szépen, és kellemes ünnepet nektek, szevasztok! És ezzel Hevesi Pisti az abszolút 16. jelen pillanatban a verseny értékelésében, közvetlenül Budai Laci után és Tóth Tibor előtt. Sőt, Martin Semmelrád előtt is, aki ebben a pillanatban már itt van a stopban. Abszolútban is Martin Semmelrád is Hevesi Pistiek mögött végzett, Csanyi. Semmelrád Kotápáros érkezett meg hozzánk, és akkor bent vagyok náluk a bódéban. Az időeredményt azt nem tudom mennyire tudtuk mondani az előbb. Nem hallottam, 10:55-8-al. Hello. Hi. Hello, is okay? Yes, we are in the finish, so that was the main goal. And we are happy to be here. It was really fast rally. The local guys are super fast, but it was a challenge to try to compete with them, and somehow we managed, so all good. Thank you. Happy New Year! Ők is egy jó versenyen vannak túl, és tulajdonképpen köszönték a csapatnak is a részvétel lehetőségét. Nekem nagyon fontos volt számukra itt menni, hogy gyűjtsék a tapasztalatot. Nagyon gyors volt ez a verseny, a helyi srácok meg aztán extrémen gyorsak, még ezt is hozzátette Martin Semmelrád. Sanyi? 45-ösen Baraska Szakápáros érkezett meg, az időeredményük pedig 11:19-4 lett. Jó, sziasztok! Na, akkor itt vagytok! Itt vagyunk, örülünk! Elmondom nektek, de csak így zárójelbe, ez jobb, mint egy korai magömlés. Kár, hogy nem most kezdődik a verseny, mert igazán élveztük. Na, akkor tetszett, rendben. Minden jó, ugye, ez hibátlan. Jó az autó, jó a hely, jó, ilyen jó időben. Minden jó volt. Hajrá! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és kellemes ünnepet nektek! Viszont kívánjuk, sziasztok! Közben pedig Hevesi Pistieknek itt van a csokoládé, amit itt hagytak a stáb számára. Baracskai Zsolték pedig 11:19-4-et autóztak. Ugye ez volt Zsoltinak az első összkerekes versenye, és már is jönnek Páhi Csabiék, akikkel együtt, ha minden jól, ha jól számoltam, ha jól láttam, akkor összesen még 9 autó van fönt a pályán. És fordulják az utolsó balost, jönnek már mert Petercsákék is, és Szilágyi Patrikék is, ők is vannak már a jutosi részen. Petercsákékat is láttam már, úgyhogy szépen sorba jönnek újra a kétkerekes autók. Egyelőre még Páhi Csabiék persze az összkerekessel, aztán utána jön még Petercsák Zoli szintén az összkerekes Evóval, aztán utána Szilágyi Patrik, Novák Balázs, Temesvári Laci, Paparni, Belső Lajos, Martin Gattinger és Nagy Gábor. Sanyi, tiéd? Páhi Rezgő páros 48-assal, és itt van a Proto. 12-22-5-ös idővel. Masszasz. Siessük, utolér a következő. Minden oké volt, fasza. Hát szegény azért majd nagyokat kapott. Ilyenkor ma vérzik az ember színben, nem? Ez erőtös lehet, hogy szépen átmegy, mert rajta ezek a nagy buszrugó útjai vagy, bocsánat. De azért ezért fájda. Nekem fájdalmas, hogy én csinálom az egész vasocskát, és inkább elveszem a gázt, csak ne fájjon neki. Kellemes ünnepet nektek, szevasztok! Iván nálad? Páhi Csabinak is óriási szíve van, meg lelke, amivel űzi ezt a sportot. Szédőletes pasos egyébként. Az idő eredmény 12:22-5, Petercsák pedig 12:03-0-át. Autózott át a Petercsák pap 2-ös. Sanyi? 50-essel, és itt vannak nálunk. Szevasztok! Megjöttetek, benn vagytok? Benn vagyunk, úgy tűnik, igen, sikerült, kibírta. Úgyhogy... Tessék? Kibírta akkor a vasút. Kibírta, nagyon jól teljesített, abszolút, úgyhogy mi is tudtunk fejlődni magunkhoz képest, és nekünk ez volt a legfontosabb. Nekünk ez győzelem. Köszönjük a szervezést. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok, és kellemes ünnepet nektek. Szevasztok! Iván?
vezetni, és akkor, ahogy az előbb említettem, most megint áttérünk a két kerékhajtásra. Alapvetően hátulhajtós kategóriák jönnek most. Mint Szilágyiék a BMW-vel forognak. Itt fordultak, nem forogtak szerencsére, csak fordultak, egy picit ugyan túl, de azt már összeszedték, az előző jobbos volt, ez a balos, ez mindenfajta keresztbe csúszás nélkül sikerült, ez volt az utolsó balos, és satufékkel át a célon. Tehát a Szilágyi Patrik, Mayer Ferenc kettős legalább, vagy a rajt is talapján Mayer Ferenc navigál. Aztán Novák Balázs, Molnár István jön a fehér hármassal. Amúgy még így is nagyon élvezhető volt. A nagy lőtéren a tempós részeket ugyanúgy átnyomtuk. Úgyhogy, ha minden igaz, megnyertük a kategóriát ennek ellenére. Úgyhogy örülünk. Megvan? Szerintem, mert hát nem hiszem, hogy annyi percet behoznak. Gratulálok! Köszönjük szépen! Kellemes ünnepeket! Viszont kívánjuk mindenkinek! 12.40,3 az összidejük, összetettben pedig... Nem is látom őket, hogy hova kerültek Szilágyi Patrikék, én látom a 39-ek abszolútban, hogy P14-ben azt nem látom, de Novákik ott vannak Sanyi mellett, Sanyi tiéd. 53-assal a Novák Molnár páros jött meg hozzánk, az időeredményük mindjárt fölkerül a táblára, 12-esen kezdődik, 37-7. Jó, úgy néz ki, hogy jó. Hát figyelj, nem láttunk, de nagyon éve, utolsó két gyors az nagyon jó volt. Iszonyat jól éreztünk magunkat. És célba értünk. Ma van a szülinapom, úgyhogy minden happy. Úgyhogy tökre örülünk. Köszönjük szépen. És kellemes ünnepeket. Nagyon szépen köszönjük, viszont nektek is bújjék. Boldogabbat, mint ez az év volt, gyerekek. Hát igen, vírus nélküli. Így van, köszönjük. Szevasztok, Stúdió Iván. Papardnyék vannak a képen a zöld ladával. Ha minden igaz. Előttük még Temesvári Laciéknak kellett volna jönniük a hirtelen sárga BMW-vel, de őket nem láttam feltűnni a színen, úgyhogy lehet, hogy esetleg velük történt valami. Közben figyelem a nyomon követés, de egyelőre hát a 12. kilométertől még volt információ róluk, viszont Papardnyékról már annál később is. Majd kiderül, hogyha Arnék beérnek a célba, akkor el tudja mondani, hogy látták-e Temesvári Laciékat. Aztán jönnek majd belső Lajosék a gömbölyű, hát igen, végül is gömbölyű, ötajtós Swift-tel. Utánuk pedig Martin Gattringernek kell érkezni a VFTS-el, őket láthatjuk a képen. Tehát akkor egyelőre még a Swift sem tűnt fel. És utána pedig Nagy Gábor és Terscsik Ákos a VFTS-sel, 64-essel zárja az ORB sort. Arnyék fordulják ezt a jobbost, tisztán az aszfalton. Onnan még fordulnak mint egyet balra. Aztán onnan a végén a szűk jobbos, és utána jön a célegyenes a bal után, és akkor most feltűnt már az ötajtós magyar Swift is a képen, a Papardnyék pedig ráfordultak a célegyenesre. Tehát jönnek belső Lajosék is, csak az osztrák VFTS mögött fognak majd érkezni, vagy utolérték őket, vagy kikéstek, de nem láttam a nevük mellett büntetést, úgyhogy lehet, hogy a gyorsan érték utol egymást. Papardnyék pedig gurulnak szépen a stop felé. És
és egyelőre még Nagy Gáborékat nem láttuk, de bízom benne, hogy ők is jönnek majd hamarosan. Sanyi? Pap Bodogán páros 13.34 hatos időeredménye hozta meg nekünk a ladát. Szevasztok! Azt hittem elmondhatom azt, hogy végre lesz egy verseny, hogy az autónak nincsen technikai problémája, de az utolsó gyorsaságinak a felénél megint elkezdett rakoncátlankodni, de itt vagyunk, beosztottuk az autót, és remélhetőleg megnyertük a kategóriát. Köszönöm a fiúknak, hogy velem voltak. Megyünk a célba. Gratulálok, és kellemes ünnepet nektek. Szevasztok! Ajtócsapkodás, Iván. Bejöttek Paparniék is, mögöttük pedig már is érkezik az osztrák TS. Nem, bocsánat, Temesváriék jöttek meg, de jó, valahogy ők elbújtak. Sanyi? Temesvári Sóspáros 54-es sajtszámmal az időeredmény, mindjárt mondom. 15, 20 és egy 8-as a vége. Na, szevasztok, akkor itt vagytok. Volt valami kaland? Igen, az, hogy bármilyen fordulaton egy-egy az olajnyomásunk, tehát, hogy nagyon nem bántottuk a kocsit. Próbáltunk rá vigyázni itt a végén. Hát nagyon sajnáljuk, mert jó volt minden egész nap. Ez most akkor olyan behozós volt. Hát most ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon alapjáraton, meg 3000-es fordulaton, hát próbálunk valahogy beérni. Rá, de akkor még vigyázzatok rá egy picit. Szevasztok, és szevasztok. Kellemes ünnepet nektek! Iván? Látsz-e már valamit? Pontosan látok jó sok lámpát. Látok. Ugye Nagy Gáboréknak kéne még majd belső Lajos Égon kívül érkezniük, és ők is itt vannak már valahol a vége felé. Olyannyira, hogy nálad ott vannak. Katwingerék jöttek meg. Igen, a Katwinger-Schweiger páros 61-essel. Ők voltak a sok-sok fényszóró mögött. És a 61-es autóhoz tartozik egy 13-13, talán 3-as időeredmény. Most már sötét van, már itt sem nagyon látni. Tschüss! Dankeschön! Es war super! Es war sehr super! Geile Sonderprüfungen! Vielleicht nächstes Jahr wieder! Danke! Csodás gyorsaságig, nagyon minden rendben volt. Remélhetőleg jövőre is újra ugyanitt. És bujjék. És akkor érkeznek belső Lajosék. Már a célon túl, és akkor ott van már az ORV mezőny, ORV-ORC mezőny utolsó VFTS-e Nagy Gábor és Trescsik Ákos is. Sanyinál pedig egy Suzuki, belső-belső páros. A jó kis ötajtós, Sanyi. És már is nyomulok be, egy kicsiben már többet látok, 15, hát nem tudom, 15-15-1. Szevasztok! Itt vagytok! Nagyon boldogok vagyunk, célba értünk. Harmadikak lettünk, úgyhogy... Van? Szuper! Gratulálok! P12-es kategóriába. Úgyhogy... Na, nagyon jó. Egy gratula a navigátornak is jár. Ha már kidumálta a lelkét. Kellemes ünnepeket nektek, szevasztok! Megvan a harmadik helyezek szerint a kategóriában. Egy újabb Lada. 15-15-1 volt belső jég ideje. Sanyi? 64-esen a Nagy Trescsik páros jött meg. Az ő időeredményük pedig 13-52-9 talán, ugye a nagy magyar éjszakában. Okay. Szevasztok! Hello. Na, sikerült behozni? Még egyszer? Sikerült behozni a Sikerült, igen. Na, volt azért defekt is, technika is, minden, de nagyon örülünk neki, végeztünk, beértünk a célba, úgyhogy... Örülünk. Na, mi is örülünk, hogy látunk benneteket. Kellemes ünnepet nektek. Szevasztok! Iván, nálad. Köszönöm szépen. Nagyik voltak ugye az ORB-ORC utolsó autója, viszont az autó pályán van még autó, ugyanis a verseny a sprint számára is 3 gyorsasági szakaszból állt, és elvileg nekik kéne még rajtolniuk, úgyhogy mindjárt váltok is a... az értékelésben a sprintesekre, és így van. Ha jól nem tudom, még 3 sprintesünk van. A rajtidők szerint igen, 3 sprintes autó, Trádler Attila, Tábori Bálint és Tósoki Zsolt, azok, akik hát utoljára 4 órakor elrajtolt Tósoki Zsolt is a gyorsági szakaszon. Trádler Attila és Matúz Zoltán jön a GTI-vel, vészvillogóval, ha jól látom. Legalábbis itt. Ők rajtoltak elsőnek. Viszont ott innen nézve mögöttük, a drón képéről mögöttük, egyébként sokkal előttük jön egy másik fény is.
ami pedig... Tósoki Zsoltékat lehet most látni a képen. Ők zárják 502-essel a sprintes mezőnyt. Ez a 21.07-es pedig megint sajnos nem láttam a rajtszámát. Tábori Bálinték lehetnek, hiszen hogyha Tráderéknek problémájuk volt a gyorsan, akkor simán megelőzhették a Ladával őket. Így van, 501-essel Tábori Bálint és Fehér Ádám a sprint mezőny három talpon maradt versenyző párosából érkeznek. Tósokiék fordulnak még a hosszú aszfaltos egyenesre. Még kb. 2 kilométer van nekik vissza. De Sanyi, tiéd! 501-es Tábori Fehér páros jött meg hozzánk, az időeredmény még nem került fel a táblára. Szevasztok! Hello! Bent vagytok! Hát sajnos a második gyorsat ki kellett hagynunk egy lánc... Megírod vagy megírjuk? Egy láncfeszítő probléma miatt, és nem tudtuk befejezni a munkát, úgyhogy kihagytuk. A harmadik az a sok sikerült azért teljesíteni. Üzenhetek? Megvagytok. Szeretnék én is. Tósoki Zsoltinak, aki abszolút belső lesz, gratulálok. Ha beér. Itt van ma. Minden esetre átadtuk. Kellemes ünnepeket nektek, szevasztok. Jönnek, kíván. Jönnek Tósokiék. Tráderék érkeznek, ők is már a célegyenesben vannak vészvillogóval, a GT-vel. És most hagyták el a gumiabroncsuk futófelületét, úgymond. Levált teljesen a felniről. Úgyhogy biztos, hogy defektel fognak érkezni majd hozzá, Csanyi. Elromlott. Ott a vészvillogós Swift, és még Tósokiék is fönt vannak a gyorsasági szakaszon. Ott a kék Lada. Én már látom. Hozzánk pedig közeledik két szerintem ők is fogják látni, hogy ott még Tósokiék érkeznek a kék Ladával. Így van, megvan a defekt is talán, ha minden igaz, egy gyors kör. Mindjárt körbe szaladom az autót, mert hogy lehetett valamit hallani. Igen, igen, a jobb hátsó defekt, de egyébként tisztességesen bírta a gumi ennek ellenére, tehát... Szevasztok! Sziasztok! Sajnos becsúszott egy defekt a pálya közepénél, és azok ezzel így teljesítettük, de... A cél, lényeg, hogy beértünk, és ennek örülünk. Így vagytok, így van, itt vagytok. Kellemes ünnepeket. Köszönjük szépen, szavaztok. Viszont kívánjuk mindenkinek. Jó defekt szerelés. Köszi. Ciao. Iván. És akkor érkezik a Tósoki kettős, akik, ha minden igaz, akkor megnyerik a sprint értékelést. Hárman maradtak, ugye? Versenybillet. Én most az eredje hiszen csak két autót látok. De akkor is Tósokiék végeztek 1 perc 27.2-vel előrébb. 16.02.0-át jöttek, még Tráderék az előbb 17.04.4-et. Ja igen, hogy az előző páros az ugye kihagyott egy gyorsági szakaszt, azért nem fogják őket értékelni így ebben a formában. Sanyi? Tósoki páros 502-es rajtszámmal itt van. Szevasztok! Elbosz, akkor sziasztok. Helyezés? Tessék? Helyezés? Majd kiderül, nem tudjuk. Próbáltunk javítani az előzőkhez képest. Majd meglátjuk, ki lesz. Így első murvára. Milyen volt a verseny? Nagyon élveztem. Elsőre nagyon jó volt szerintem. Na, szuper, jó van akkor. Szevasztok és kellemes ünnepet nektek! És Tósokiékkal tehát akkor véget ért a 24. Mikulás Rally gyakorlati része. A 7. gyorsasági szakasz volt ez az ORB részére, a sprint számára csak a 3., hiszen ők a közúti szakaszokon és így a többi gyorsasági szakaszon nem mentek. A versenyt Turán Frigyes és Bagaméri László nyerte az ORB, tehát a legfontosabb értékelés tekintetében. És mindjárt láthatják ezt önök is.
Na hát ugye Turán Frigyes és Bagaméri László autózott 49 perc 30,5 másodpercet összesen a 6 értékel gyorsági szakaszon, hiszen volt egy szakasz, amit ki kellett venni a nagylőtért az első körben. Erik Kajsz és Katarina Janowska lett a második, 13,7 másodperces hátránnyal. A gyorsági szakaszok pont teljesített időeredmények alapján Bútor Robert és Tagai Robert volt a harmadik leggyorsabb, ők 13 másodpercet kaptak Erik Kajszéktól. A gyorsági szakaszokon elért idők alapján Hadik András és Kertész Krisztián végzett a negyedik helyen, plusz 2,1-el Bútorék mögött, majd ötödik Vince Ferenc és Igor Bacigál, plusz 1,3-mal, tehát azért ott sem volt nagy a különbség. Velencei Ádámék lettek a hatodikak, plusz 3,3-mal, majd Csomós Miklós és Nagy Attila plusz 24-jel, tehát itt van egy picit nagyobb lépés a 6. és a 7. helyezett között. 8. Hermann Neubauer Bernhard Ettellel 8,6-ot kaptak, majd Kovács Antal és Istovics Gergő 9,4-re a 9. helyen. 10. lett Lukács Csucsu Kornél Tóth Imrével, plusz 1,9-re Kovács Antiék mögött, 11. Cseh Vilmos Matics Barbarával 9,4-jel Csucsujék mögött. 12. Vizeli Károly és felesége, Vizelini Jobbágy Éva 12 másodperces lemaradással. Osváth Petiék lettek a 13-ak, plusz 47,3. Balog Janiék, ugye az elején összeszedtek egy defektet, plusz 1,4-jel. 15. Bodoli László Deák Attilával, plusz 4,9. És 16. Hevesi István Kovács Edittel, plusz 6,1. Tóth Tibor Szabó József, plusz 2,8. Mártin Szemerád Jakub Kotál plusz 3,9. Trencsén József Verba Gábor plusz 21,8. Kevin Reitz Krisztóf Vögerer 26,2. Várkonyi Szabolcs Kerekes József plusz 7. Marozsi Zsolt Ádám Zsolt plusz 2. 23. Bacsa Tamás Hanyi Gergely plusz 9. És 24. Rongics Attila és Hannus László. Ez volt tehát a 2020-as országos rallibajnokság utolsó futama. A verseny végeredménye az majd a parkfermébe állást követően válik véglegessé, és azt követően pedig az esetleges óvási idő letelte után pedig abszolút végleges és hivatalossá. Úgyhogy ennek a kihirdetésére, ennek a kihirdetését én most nem vállalnám magamra, mindenki figyelje többek között majd a Rally Rádió oldalát is, hiszen természetesen mi is meg fogjuk osztani majd a verseny hivatalos végeredményét is, illetve majd a bajnokság végeredményét is. Sanyi? És ezzel búcsúzik akkor a stáb, de hát nem csak a stáb, hanem mi köszönjük szépen a sportbíróknak az együttműködést, a sok-sok segítséget, úgyhogy kellemes ünnepet nektek! Köszi, Sanyi! Minden szépet és jót! Reméljük, hogy jövőre maszkmentesen indítjuk az évet, és úgy is zajlik, úgyhogy köszönjük a munkátokat, úgyhogy minden szépet és jót! Köszönjük szépen, és ezzel búcsúzik a stáb, búcsúzik a Rally Rádió teljes stábja, és ha egy picit megfordulunk, akkor itt lehet látni a közvetítőkocsit, de természetesen búcsúznak a kollégáim és a gyorsasági szakaszok mellől. Ők már befejezték a mai napra, de azért itt voltak velünk, és végig dolgozták az egész mezőnyt, és megjelent egy integető kéz, úgyhogy ennyi volt már. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, és minket néztek, hallgattak. Reméljük, hogy a szilveszterral itt még majd velünk töltik, és az év utolsó versenyén is velünk lesznek. Köszönjük szépen, viszlát, viszhal. Viszontlátásra, mindenkinek jó utat hazafelé, akik itt voltak a helyszínen, elsősorban természetesen a csapatokra gondolok, más nem lehetett. Viszlát!